a Sóstó projekt részeként csaknem 400 millió forintos állami forrásból felépített épületben és a hozzátartozó függőhidakról, többek között kapucinus majmokat, pápaszemes medvéket, alpakát, lámákat, fekete nyakú hattyúkat, ormányos medvéket és nagymarákat tekinthet meg a közönség. Az Andok kalandokban közös kifutóban látható a tapírmama és szépen cseperedő kicsinye, de itt kaptak helyet a nanduk és a vikunyák is. A park látogatói körében a legnagyobb népszerűségnek a jaguárok örvendenek, a nagymacskákat egy üvegalagúton áthaladva testközelből is megcsodálhatják a park vendégei. Az Andok kalandok legnépszerűbb lakója jaguárjaink, ráadásul nem csak a normál színezetű sárga állatot mutatjuk be fekete foltokkal, hanem a fekete színváltozatot is. A fekete állatunk nőstény, míg a híma sárga színnel rendelkezik, ők egyébként tenyészprogram keretében érkeztek hozzánk. Nagyon várjuk a szaporulatot, hogy milyen lesz a kicsiknek a színezete, azt az ő genetikai állományuk dönti el, tulajdonképpen sárga és fekete színű is lehet majd a leendőkölyök. A Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatú dél-amerikai állatbemutatójában a hat kifutót összekötő függőhidakba több száz méter hálót, több ezer méter köteret és acélhúzalt építettek be. A látogatók ezeken lépkedve nézhetik az alattuk élő állatokat.